Sziasztok, üdv a Plum világnapján! Krisztina vagyok, frontend fejlesztőként dolgozom a romániai EuAdaWeb cégnél, és több mint 5 éve aktívan fejlesztek Plum weboldalakat. A prezentáció fő témája, hogyan hozzunk létre dinamikus oldalakat a Plum legújabb frontendjében, Voltóban. Prezentációm inkább informatív, nem annyira technikai jellegű, fő célom, hogy közelebb hozzam a Plumot a magyar IT közösséghez. A Plum egy ingyenes és nyílt forráskodú tartalomkezelő rendszer, amelyet a Python nyelven fejlesztenek, és a Zoop alkalmazás kiszolgálóra épül. Az 1999-ben alapított Plum több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik. A Plum több mint 40 nyelven érhető el, köztük magyarul is, és az elterjedtebb nyílt forráskódú CMS-ek közül a legerősebb biztonsági funkcióval rendelkezik. Életciklusa során kevesebb, mint 50 biztonsági rész került feltárásra. Magas biztonsági szintje miatt számos biztonsági szervezet és kormányzati szerv, például a NASA, az FBI, a brazil kormány, vagy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is a Plumot választotta vállalati webes CMS megoldásához. Funkciói között szerepel az egyszerű tartalomkezelés, a testre szabható tartalomtípusok, könnyen telepíthető, bővíthető, a vállalati integráció, a fejlett tartalomkereső, illetve jól dokumentált és széleskörűen támogatott. A Plumot a non-profit Plum alapítvány, Plum Foundation gondozza, és a Plum közösség fejlesztést tartja karban. Ez több mint 350 aktív fejlesztőt jelent, 800 egyéb közreműködőt és 196 bővítményt. A Plum a nyílt forráskodú projektek felső 2%-a között van világszerte. A Plum két frontenddel rendelkezik, az alapértelmezett Voltó, amely React.js alapú, valamint a klasszikus frontend, amely Bootstrap 5-öt használ. A Voltó a Plum modern React frontendje, amelyet a Plum közösség fejleszt. Önálló projektként indult, de a Plum 6-tól kezdve a Voltó a Plum alapértelmezett frontendje. De a klasszikus UI továbbra is elérhető. A Voltó új modern felhasználói élményt kínál, könnyen bővíthető, tematikus, testre szabható és fejlesztőbarát. A Voltó a Plum beépített REST API-jával kommunikál, amely hozzáférés biztosít a fejlesztőknek a Plum tartalomkezelési funkcióihoz. A Voltó egy alapértelmezett blokkészlettel érkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dinamikus oldalakat hozzanak létre, de ugyanakkor a Voltó funkcionalitása tovább bővíthető bővítményekkel, vagy az alapértelmezett blokkok testre szabásával. A Block Engine lehetővé teszi a tartalomszerkesztők számára, hogy egyszerűen készítsenek modern layoutokat szöveg, kép, diagram és térkép alapú blokkokból. Elkészítetted saját bővítményed, vagy választhatsz a fejlesztői közösség által kiadottak közül, nézz körül a GitHubon, illetve a Nepemén. És a következőkben bemutatom, hogyan telepíthetsz egy meglévő kiegészítőt. A Voltó projektedben frissítsd a package.json fájlt a bővítmény nevével, majd telepítsd a bővítményt a járt parancssal, majd indítsd újra a Voltót. Ezt követően már ki is választhatod az újonnan hozzáadott blokktípust a blokk kiválasztó menüből. A blokkok könnyen bővíthetőek és könnyen fejleszthetőek. Például egy meglévő blokkhoz létrehozhatsz egy új view templétet, amely újra használja meglévő adatokat ahhoz, hogy más módon jelenítsd meg, vagy használhatsz olyan változatokat Voltó nyelven variation-ok, amelyek kiterjesztik a blokk séma modelljét. A prezentációmban nem megyek bele a részletekbe, oktató anyagot és dokumentációt találsz a blokkok, valamint azok kiterjesztési mechanizmusáról. Nézz körül a Plum YouTube csatornáján, valamint a Plum hivatalos tréning oldalán, ahol oktató anyagokat találsz. Dinamikus oldalak létrehozása Voltóban. A Wise Freshwater egy környezetvédelmi információs weboldal, amelyet az EuAdaWeb fejlesztett, és az Európai Bizottság, valamint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség üzemeltet. A backenden Plum 5-ös verziót, még a frontenden Voltó 15-öt használunk. A Wise Freshwater az édesvízi környezetek információs portálja, olyan speciális vizualizációkkal, mint például diagramok, térképek, adattáblázatok, melynek adatai CSV fájlokból és adatbázisból származnak. Az oldal modern és egyedi elrendezését pedig különféle layout bővítmények biztosítják. Ilyen például a Voltó Block Image Cards, amely testre szabható sliderek létrehozását teszi lehetővé,
megadva a szerkesztők számára az automatikus lejátszás beállítását, vagy például a navigációs nyilak elrejtését, illetve megjelenítését. Ennek a bővítménynek egy másik nézete a Cards View, amely sorba a rendezett kártyák megjelenítését teszi lehetővé. A kártyák teste szabhatóak, megadható a többek között a kártyák soronkénti száma, vagy lehetőségünk van a kártyák stílusának módosítására. Továbbá ezek funkcionalitásának bővítésére is, például ebben az esetben a kártyák egy sliderbe is illeszthetőek. A Country Profile oldalak nagyon jó példái a dinamikusan blokkokból felépített oldalnak. Egy másik bővítmény a Volto Columns blokk, amely lehetővé teszi a szerkesztők számára, hogy a blokkokat osztoponként csoportosítsák, mindezt egy előre meghatározott arány szerint rendezik, és igazítsák a tartalmat. Választhatunk például az 50/50, vagy a 30/70 felosztási arányok közül. Egy másik bővítmény a Volto Plotly Charts, amely egy plotly alapú diagram szerkesztő. Ebben az esetben minden adat egy adatkapcsolati keretrendszerből származik, és országkódok alapján van szűrve. A Volto Slate a Volto alapértelmezett Rich Text Editorának az alternatívája, mely lehetővé teszi a szöveg egy részét, hogy CSV fájlokból vagy adatbázisból származó értékekkel helyettesítsük. Ezáltal biztosítva az oldal tartalmának dinamikus változását. És hogyan hozunk létre egyedi blokkokat? Egy blokk két fő komponensből áll, egy edit komponens és egy view komponens. Ahhoz, hogy az új blokk elérhető legyen, regisztrálnod kell azt a Volto Blocks Config konfigurációs objektumában. Továbbá minden blokknak rendelkeznie kell egy séma fájllal, ebben definiáljuk azokat a mezőket, melyet testre szabjuk a blokkunkat. Ez a Volto egy olyan sémamotort használ, amely nagyon hasonló a Plomban használt tartalomtípushoz definiált sémákhoz. És nézzük meg, ez hogyan néz ki a gyakorlatban. Ez egy nagyon egyszerű példája egy blokknak, ez itt a view komponensünk, amely argumentumként megkapja a props objektumot, melynek segítségével megkapjuk az adatokat, majd megjelenítjük azokat. A schema.jsx fájlban pedig definiáltam a schema modellünket, ebben az esetben egy egyszerű input mezőt adtam meg, melyel majd a weben keresztül címet adhatunk a blokkunknak. Majd a config.js fájlban regisztrálom a blokkot. És nézzük meg, ez hogyan néz ki a böngészőben. Létrehozok egy oldalt. Majd a blokk kiválasztó menüből kiválasztjuk az újonnan létrehozott blokkot. És a sidebarban pedig láthatjuk azt a schéma modellt, amelyet a schéma modellben definiáltam, adjunk a blokknak egy címet, és kész is, így néz ki egy nagyon egyszerű blokk felépítése. Blokkészletünket sokféle bővítménnyel bővíthetjük, bemutatnék még néhány típusú blokkot. Ezek a Volto alapértelmezett blokkjai, mint például az image blokk, melyel képeket tölthetünk fel az oldalunkra. Továbbá videókat is illeszthetünk, a táblázatokat hozhatunk létre, iframe-eket szúrhatunk az oldalunkba a Maps blokk segítségével, oszlopokat hozhatunk létre a Columns blokkal, melyet korábban is bemutattam, a Tabs blokk segítségével tabokat hozhatunk létre, és a sidebarban pedig láthatjuk, hogy ennek a tabs blokknak sokféle konfigurációs lehetőséget
biztosít, például a menünek az elhelyezését is módosíthatjuk. Megadhatunk egy nagyobb betűméretet, vagy akár a színeket is módosíthatjuk. Egy a másik említésre méltó blokk a kereső blokk, amely egy Voltóba integrált kereső, melyben a megadott kritériumok alapján rendszerezhetjük a tartalmat, például megadhatjuk a típust, kiválasztunk egy pár tartalomtípust, és ezek mellett például a blokk kiterjesztési mechanizmusának köszönhetően kiválaszthatunk egy másik fajta nézetet, mint például a Custom Summary, vagy a Custom Cards Gallery, illetve Image Gallery. És mint láthatjuk, a Volto Blocks Engine-nek és ennek a kiterjesztési mechanizmusának köszönhetően az ügyfél igényeinek megfelelő komplex, illetve dinamikus tartalmú modern oldalakat hozhatsz létre. Köszönöm a figyelmet, és légy te is részese a Klón Voltó közösségnek!